tehát nem nézed a teniszt. Csak Del Potro. Tenisz, de Del Potro és ki a másik is, Isten a... Federer. Nadal Nadal. Ez a kimondhatatlan nevű. Na, Del Potrónak még szurkolhatsz, Nalbandiannak már nem annyira, meg Federernek sem. Csak argentin, hát akkor... Nagyon érdekes dolgot fogok mondani. Most megint? Ugye mondta három érdeket. De hány érdekes itt... dolgot mondasz te egy nap? Neked mennyi van Tarsolyban egy érdekes? Ugye itt van Roger Federer, aki minden idők legnagyobb zsenie. És itt van Rafael Nadal, aki szintén az egyik legnagyobb zseni a valaha irodott tenisztörténetben. Őnek jelent a Torrente az egyik részben. És most, ahogy ez az ember... Kisköcsög, fonákkal. Ez a Maja volt, Maja. És most, ahogy ez az ember... Carlos Maja. Roger Federer nyilatkozott Rafael Nadalról, akinek ugye most térdsérülése miatt kihagyta US Open-t is. Na, erről vehetne példát Lionel Messi, Cristiano Ronaldo kettős. Hát inkább hogy két Ronaldo. Zseni, inkább Balotelli. Két zseni így viszonyul egymáshoz, és így kommunikálnak. Szóval én azért azt mondom, hogy ez a követendő példa. Messinek teljesen igaza van, Ronaldo tényleg példát. Egy sportoló esetében. És hát sajnos ugye Federer most búcsúzott valóban a US Open-től, már a 18. Grand Slam-ért ment. Lassan eljön az idő, szerintem ő is érzi, amikor lehet, hogy már. Igen, elvesztették. Roger, imádom a teniszt, ez olyan gyúr, szép dolog. Egy gyökszi svájci. Mert erről most viccesen, hát lehet erről is beszélni. Szereztél két barátot ma, hallod? Arról is, hogy sajnos, ha lenne egy teniszezőnk, édes jó Istenem, de örülnék annak is. Ha van, Taróci Balázs. De még aki, mindig, Temesvári Andrea, Taróci igen, Balázs. Aki és, igen, ehhez a vonalhoz tartozna, csodálatos lenne. Hogyha már a visszavonulást emlegetted, ugye ne felejtsük el, hogy Andy Roddick számára ez volt a búcsú, ugye pont Del Potro. A kedvenced Del Potro búcsúztatta és vetett véget a pályafutásnak. Meglepett titeket egyébként, hogy ő engem azt szóltam, mert nem tudtam róla. Hogy az se, hogy elindult, mi? De azt fogalmam, hogy van egy ilyen verseny. Amire nem fáj, így van igazán. Például a tenisz nekem egyáltalán nem fáj, nem fogok róla. Pár éve játszák. Én két-három sportágot figyelek, a többi a kuka. Na, de gyorsan lesz ellen egy olimpia. Na, én a olimpia, ott miből állok? Rögbi, jégkorong, foci, vége. Pingpong nem? Kosár, pingpong, de hülye gyerek. Argentin pingpong. Az nagyon híres. Az argentin finn pingpong az nagyon híres. És egy jó szinkronúszás vagy valami. Az is, de jó, izgalmas. Mondjuk nem, még női 100 méteres síkfutás lenne, hogy hátulról csorgatassam a nyálam egy rajtnál. Tudod, milyen jól néztek? A női teniszben is. Te? A teniszben. Fé, atlétanők az egy diva volt. A 100 méteres síkfutó csajok. Ott tényleg az alapvető gond volt, hogy előre mutat, csak előre mutat. Csak hátulról szabad azokat. Ezen változtatni meg kell, reformálni. Az én nem. Kollégám, a Bagi van a Fraser Prize-ba. Ki? Te a Bagi, Iván. Ki? A Fraser Prize-ba halálos szerelemmel van a Fraser Prize iránt. Nagy esélye van, az mert nem egy űrhajó? Iván az egy olyan karakter. Ez nem egy űrhajó? Igen, mert biztos, hogy be fog csajozni. Fantasztikus adottságúak ezek az atletek. Iván az fantasztikus adottságú. Az meg amikor Iván találkozik, hogy hívják az űrhajót? Milyen Fraser Price-al találkozik, és az űrhajót, Enterprise! Ja, az elmindegy. Találkoznak, Enterprise. Excuse me. De ki ez a Fraser Price? Ez ki az anyja? Futó. Ő nyerte a 100 métert, ugye? 100 méter? Igen. A 100 az biztos, nyerte, nagyon jó. Az láthatom, hogy mondom, jó. Is, na és mit mond neki az Iván? Hát, hogy, excuse me, I have a friend, coffee or tea? Oliver Naxa, and me and we have fish bone. Humorist. What? Na miután vége az adásnak, ugye? Mondjuk. Na most ne, dehogy is. Mint egykoron a szomszédok, olyan szomszédok rajongó lettem, hogy elkezdtem a YouTube-on nézni az első résztől kezdve. Óriás, gyerekek tele van humorral. Teniszeznek benne? Nem. Ez hogy jön ide? És a, csak ezt mondtam, hogy a Ronaldo ki tudná csengetni a lakásitel. Ja. És a végén mindig volt egy üzenet a kamerában, úgyhogy így zárjuk az, mindenki egy ilyen bölcsességet egy lezárok. Okay. Feliratozva. Jó. Mint Vágási Feri. Oké, várjál. Eltelt egy év, eltelt egy adás. Itt vagyunk. Hangulat van, pénz nincs. Ma hárman voltunk, de lehet, hogy többen lehettünk volna. A gondolat bennünk volt. Miközben csak ketten leszünk. És legközelebb is velünk lesz. Vagy nem? És a lakást? Ronaldo egy gyökér. Mindig az is marad. Ezen nem segít semmi.
Csak ha kifizeti. Csak ha kifizeti a lakáshitelemet, akkor is gyökér marad. És Messi a király. Gangsta Zoli, hiányozni fog mindannyiunknak. Harsányi Levenének és Nacsa Olivernek is nagyon köszönöm. Viszlát meg önöknek is.